Brazília új elnöke Jair Bolsonaro nyitott autón parádézva ment át a parlamentben tett hivatali esküje után az elnöki palotába. Fordulatot jelent, hogy jobboldali jelöltként a baloldal 4 egymást követő győzelme után nyerte el az államfői tisztséget októberben. Megbízatása 4 évre szól. Beiktatását követő beszédében Jair Bolsonaro kiemelte, hogy a gazdasági és foglalkoztatási problémák komoly kihívást jelentenek Brazília számára. Az ultrakonzervatívként számon tartott elnök fontosnak tartja a gyermekek szexuális nevelését a homoszexualitás visszaszorítására. Szót emelt az egyneműek házassága és az abortusz ellen, illetve méltatta azokat, akik keményen dolgoznak a mindennapokban. Beiktatásán a számos külföldi vendég egyike volt a magyar miniszterelnök Orbán Viktor, Mike Pompeo amerikai külügyminiszter és Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök. Bolsonarótól azt várja a legtöbb választó, hogy megfékezze a korrupciót és az utcai erőszakot. Brazíliában történik a legtöbb gyilkosság a világon, az emberölések összesített száma alapján.